Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a mai vendégünk Máté Bálint, a Ferencváros Nemzetközi Projektmenedzsere, akinek köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Egy nagyon izgalmas témáról fogunk beszélgetni, én azt hiszem, hogy izgalmas azoknak is, akik még sportolók, és azoknak is, akik már nem, és milyen jó lett volna, ha lett volna egy olyan lehetőségük, amilyen lehetőséget most ti próbáltok majd elindítani, vagy legalábbis egy kezdeményezéssel élni amelyben egy kicsit talán utat mutattok azoknak a sportolóknak, akik még nem tudják teljesen pontosan, hogy mit csinálnak majd sportolói karrierjük után, de azért szeretnék, hogyha biztonságban tudhatnák a következő éveiket. Hogy néz ki ez a projekt? Igazából egy korábbi kezdeményezésünk, amit a MOB Mező Ferenc Sportbizottsággal közösen indítottunk négy évvel ezelőtt, ez volt a Gondoskodás Napja című program, ezt szeretnénk kiszélesíteni egy szélesebb réteg számára, Elérhetővé tenni, kibontani, minőségi tartalommal megtölteni. Két és... mondatban légy szíves a gondoskodás napját, akkor mutasd be, jó, hogy tudjuk, hogy miből indulunk ki. Alapvetően az eredeti elképzelés az volt, hogy a korábbi nagybajnokokat segítsük anyagi, illetve mentális szemszögből, a beilleszkedésüket a társadalomba segítsük. Ezt szeretnénk mi olyan szinten kibontani, hogy korán sem csak a korábbi bajnokokról lenne szó, hanem a most aktív, az éppen a pályafutásukat lezárni szándékozó sportolók, illetve azok a sportolók, akik az első munkaszerződésüket megkapják, és ezzel a helyzettel meg kell, hogy birkozzanak az ő, az ő beilleszkedésüket szeretnék. Éppen szeretném. egy birkózót látunk a képernyőn, azért mosolygok, mert sok sok mindennel megbirkózott már életében, de most kezdi a civil életét, amiben azért ő most kapott egy komoly, nem segítségnek nevezném, lehetőségnek nevezném, Madaras Norbertet is láthattuk, Pádár volt láthatjuk most. Ők megkapták azt a lehetőséget a Ferencvárostól, hogy a civil életüket ott kezdhetik el abban a közegben, amit ismernek, amiről tudják, hogy miről szól, és mégis egy életre szóló program ez számukra de pont azért hiteles személyiségek, és azért is tudtuk őket megnyerni, hogy ennek a projektnek a, a kampányarcai nagykövetei legyenek, mert egyrészt az emberi minőség terén, a sport eredményeik terén is tudnak példát mutatni más sportolóknak, tudják befolyásolni a, a közönséget is, illetve nagyon sok olyan példát tudnak, akiknek ez nem sikerült így, és tudják, hogy mi megy keresztül egy sportoló, amikor abba adja a pályafutását, vagy amikor egy, egy sérülés, az komolyan befolyásolja. Hogy látod Európában mennyire hasonló problémákkal küzdködnek azok a sportolók, akik ilyen szintre jutnak el, mint akiket most a képen látunk például? Hát én úgy látom, hogy a mi problémánk az nem egy magyar probléma, hanem egy globális történet ezért is nagy lehetőség számunkra, hogy ezt a projektet most egy Európai Uniós, az Erasmus plus sportprogram társfinanszírozásával tudjuk megvalósítani, és tudtunk bevonni olyan nagy nemzetközi multi egyesületeket, mint a Lációt Olaszországból, a Sportingot Portugáliából, vagy a Mladostot Horvátországból. Ők mind rákaptak erre a projektre, és örömmel álltak mellé, úgyhogy ezek a klubok mind a saját környezetükben hasonló kampányfilmet fognak forgatni, a mi mintánkra, mi inspiráljuk őket a saját nagy bajnokaikat, olimpikonjaikat bevonják, illetve karriernapokat tartanak, illetve lobbiznak a saját döntéshozóiknál, hogy rendszer szinten kezeljék ezt a jelenséget. Ha most tegyük fel, én egy 16 éves sportoló vagyok, és tudom, hogy azért ennek valamikor majd egyszer vége lesz, még hogyha előtte szeretnék is olimpiai bajnok lenni, akkor mik azok a lépcsőfokok, amelyeken én végig mehetek, amellett, hogy a sport eredményeimet természetesen szeretném a legmagasabb szinten hozni? Mivel függ attól is, hogy melyik sportágról beszélünk, Nyilván a labdajátékoknál fölmerülhet az a furcsa helyzet, hogy mondjuk, ha megkapod az első munkaszerződésedet, hivatásos sportolói munkaszerződésedet, elfordulhat, hogy több pénzt keresel, mint a szüleid. Mit kezdesz ezzel a helyzettel? Valójában jól költöd el, tudsz ebből leféretenni. félretenni? Mit kezdesz azután, hogy mondjuk 35 de legkésőbb 40 éves korodban véget ér ez a történet? Sikerül-e mondjuk olimpiai szinten, akár olimpiai érmes szinten maradandót alkotnod, belekerülsz abba az elitkörbe, akikről a rendszer gondoskodik, vagy nem. Igazából összetudod-e egyeztetni a tanulással a sporttája futásodat, vagy nem. Vajon elegendő lehetőség áll-e rendelkezésre egy sportolónak, aki az elit sporttevékenysége mellett egy normális diplomát is szeretne tudni. Igazából ezeket próbáljuk mi majd végigvenni, és, és hogy mondjam, kialakítani segíteni, ezeket kialakítani. a lehetőséget. Nagyon érdekes ez, méghozzá azért, és nem véletlenül mondtam azt, hogy 16 éves sportoló vagyok, mert nagyon kevés az a 16 éves sportoló, aki abban gondolkodik, hogy majd egyszer 36 éves koromban mondjuk mivel fogok foglalkozni, vagy hogy hova tegyem a pénzemet. Szóval őket azért valamilyen módon, nyilván ezért is vannak ezek a példaképek, akiket az imént láthattunk, akik el tudják azt mondani, hogy igenis, most már el kell kezdeni ezen gondolkodni, lehet, hogy nem lesz semmi a sportkarrierből, de ha mégis, akkor azért fel kell készülni ezekre a dolgokra. Ez azért nem egy könnyű dolog szerintem tinédzsereket erről meggyőzni. Hát valóban nem. Igazából maga a kampányfilm is részben erről szól, de igazából azt szeretnénk elérni az elkövetkezendő hónapokban, hogy beindítsunk egy folyamatot, amikor is a hazai sportélet, illetve az adott országok, akik részt vesznek a projektben, az ő... A nemzeti sportéletük életük ez ügyben elkezd egy kicsit mocorogni, elkezd erről beszélgetni, elkezd ötletelni, hogy milyen szinten lehetne ezeket a problémákat kezelni, és nyilván az oktatási szférát, a képzési rendszereket ahhoz igazítani, hogy ezeket az egyébként jó tulajdonságokkal, meg jó alanyokkal rendelkező sportolókat becsatornázni, úgymond a munkaerőpiacra, normális munkákba. Megválaszoltad az első kérdésemet, ami az lett volna, hogy az oktatást, a felső oktatást mennyire kell, vagy lehet bevonni ebbe a dologba, és a másik része pedig az üzleti életet mennyire lehet bevonni ebbe a dologba, mert hogy ugye nyilván nem mindenki helyezkedhet el annál a klubnál, ahol sportolt sok éven keresztül, hanem sok más lehetőség is lehet, hogyha vannak ehhez partnerek. Így van, ezt szeretnénk felmérni, ugye a döntéshozókkal, a döntésbefolyásoló szervezetekkel, az Emberi Erőforrások Minisztériumával, a mobbal közösen, az egyetemek részéről is a karriernapunkat követően voltak már érdeklődések, tehát Testnevelési Egyetem, Korvinus Egyetem is jelezte, hogy érdekelni a projekt, úgyhogy abba bizom, hogy az elkövetkezendő hónapokban elindul egy értelmes és és nagyon érdekes egyeztetés. Ami azt is jelentheti, hogy a képzési rendszerben például lesznek olyan lehetőségek, amelyek a sportolókat úgy segítik, hogy miközben persze nem kell kevesebbet nyújtani és teljesíteni a tanulás oldalán sem, mégis kedvezményeket is lehet kapni azért, mert hogy ugye van egy másik dolog is, ahol százszázalékosan kell teljesíteni. Hát mindenképpen rugalmas képzési formákat lenne célszerű itt elérni, de nem annyira rugalmas, hogy az illetőnek ne kelljen semmit se azért, hogy diplomát kapjon. Ez világos. A másik történet, amiről még nem beszéltünk, ugye, hogy a sportolókat mentálisan felkészítsük arra, hogy ez a fejezet egyszer lezárul, és hogy, hogy milyen célok vannak azután, hogy a legfontosabb céljukat legalábbis az életük első felében elérték, vagy nem. Ugye, ha valaki olimpiai bajnok, akkor utána nagyon nehéz új célokat találni. Én azt látom, hogy emberek 10-20 évvel azután, hogy elérték ezt a célt, lézengenek, és nem, nem igazán tudják, hogy, hogy hogyan tovább. Iga a konferencián a... láttunk szerencsére erre jó példát is. Mondanál mondjuk egyet, ami téged megfogott? Mizsér Attila egy jó példa volt, úgyhogy őt mindenképpen ezért szerettük is volna megnyerni, hogy előadjon a konferencián, úgyhogy örülünk, hogy elfogadta, és a Tokióból Egyből hozzánk vezetett az útja. Ő azért is különleges eset, mert ugye tulajdonképpen a sportból egy teljesen más szférába, a bankszférába vezett át. Majd aztán mostanában azért egyre többet látjuk a sport környékén, és rengeteget segít a sportnak, rengeteget ad is vissza, és tulajdonképpen most ott tevékenykedik, tehát valahogy visszatért. Hát igen, de közben ugye ő egy egyedi eset, amikor, vagy hát nem ez a, nem ez a jellemző, amikor valaki a saját egyéni motivációjától és a kalandvágyától is részben fűtve döntött úgy, hogy, hogy egy másik teljesen ismeretlen terepre vez, aztán később persze nyilván nosztalgia, meg a hozzáértés, meg a lehetőségek is úgy hozták, hogy ez visszataláljon. Nagyon sok ember azért is marad a sport mert nincs más, ami érdekelné, vagy nincs meg benne az a fajta bátorság, vagy egyszerűen nincs meg az a, az a fajta kitaposott út, ami mentén ő biztonsággal elindulhatna mondjuk a vállalat életben, vagy Igen. egyszerűen a sportágazaton kívül. Hogyha minden optimálisan alakulna, és te ott lennél végig egy vezetői státuszban, tehát mondom, optimálisan alakul minden, akkor körülbelül hány évet adnál annak, hogy ez igazán jól be tudjon indulni, és igazán eredményes legyen ez a program? Én azt gondolom, hogy megfelelő elkötelezettség szintjén ez néhány éven belül üzembiztosan működhetne, de nyilván ez. Sok minden megtámulhat. Igen, Igen, ezért mondtam, hogy optimális Igen. helyzetben. Igen. Minden esetre ehhez kívánok nagyon sok sikert és nagyon sok szerencsét, mert azt hiszem, hogy az sem árt, hogyha. Köszönöm szépen, köszönjük. Én, ped én pedig köszönöm szépen, hogy eljöttél köszönöm. hozzánk, és mindezt elmondtad, a kedves nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra.